Szaúd-Arábia. Szaúd-Arábiai királyság 1936 óta létezik. Azelőtt nem volt ilyen. Azelőtt volt egy arab félsziget, melynek nyugati partvidéke, mely határos a Vörös-tengerrel, a Hidzsázi sáv, nagy tartomány, itt van Mekka és Medina, ami a Jordán uralkodó, akkor nem volt Jordánia, a Hásemita uralkodó felügyelete alá tartozott. Tehát Mekka és Medina a mai Jordániához tartozott. Ő pedig vazalusa volt az Oszmán Birodalomnak. Tehát a Török Birodalom része volt. A keleti partvidéken perzsák éltek, vagy síták, mondd, ahogy akarod. És akkor mi volt középen a mai Riádban, a fővárosban? Semmi, sivatag. És akkor hogy alakult ez ki? Úgy, hogy az 1700-as években egy baszrai zsidó, nevezetesen Mordechai ben Ibrahim ben Moshe, egy karavánhoz csatlakozott, és elérkezett ebbe az üres részbe, a mai Riád területére, amit akkor El Daraiyának hívtak. Itt ő kereskedett a helyi beduin törzsekkel, nomádokkal, egyebekkel, volt, hogy összeugrasztatta őket, volt, hogy ő játszott szerepet a kibékítésükbe, tehát elkövetett mindent, hogy valami meghatározó szerephez jusson. Majd feleségül vett pár arab nőt, tőlük gyerekei születtek, és az unokái közül az egyiket hívták Mohammed el-Saudnak. Gyakorlatilag ő a család alapító. A család alapítónak pedig zsidó gyökerei vannak. Ezt nem én mondom, hanem Fejszál király állította a 60-as években, és ezt lehozta a Washington Post 1969. szeptember 17-én. Nem azt mondta, hogy zsidók vagyunk, hanem azt, hogy közös gyökerünk van a zsidókkal. Tehát a Daraiya részen létrejött egy Mohammed el-Saud által vezetett törzs. De ez nagy hatalomhoz nem tudott jutni, mert kellett neki egy ideológia. Összetalálkozott Mohammed bin Abdul Wahhab-bal, egy szélsőséges muszlim gondolkodóval, bin Abdul Wahhab, ebből jött a wahhabizmus, és egy egyességet kötöttek 1745-ben, vagy 44, vagy 45-ben. Az egyesség úgy szólt, hogy a Wahhab, a Mohammed bin Abdul Wahhab jelentette, hogy mi mindig a te al-Saud dinasztiádat fogjuk a hatalmon tartani, mint vallás, mint ideológia. De te garantáld, hogy a mi családunk, a mi dinasztiánk adja mindig a te uralkodásodhoz az alapokat. Akkor a mi kettőnk egysége lesz az, ami ennek a területnek az uralkodását létrehozza, és ez egy alkotmány. Így, tehát gyakorlatilag a szaudi alkotmányban a wahhabizmus az egy elválaszthatatlan része az ország életében. Ők háborúztak, leszámoltak törzsekkel, nagyon durva módszerekkel próbáltak maguk alá hajtani mindenkit, vagy éppen levágni, vagy rabszolgának használni. A lényeg, hogy rájuk szükség volt. Kiknek? Hát a briteknek, az antant hatalmaknak, akik háborúztak a török birodalommal, az oszmán birodalommal, és besegítettek nekik annak érdekében, hogy délről a török birodalmat meggyengítsék. Ehhez a britek megadták a pénzt, paripát, fegyvert. Ugye hallottunk Lawrence tábornokról, és a többi híres angolról. Tehát így aztán a brit segítséggel, miután már nem volt meg az oszmán birodalom, ők nagyobb és nagyobb területekhez jutottak, elfoglalták a Hidzsázi tartományt, onnan elzavarták a Jordán uralkodót, a hasimitákat, és elfoglalták a síta vidékeket is. Ez azért fontos, mert mind a két területen óriási olajkészletek vannak. És 1936-ban megszülethetett a királyság, de jure is. Ennek a királyságnak a terep munkáit brit, émek,
tisztek, admirálusok végezték, megemlítendő Percy Cox tábornok neve, és John Philby, akinek a fia a későbbi Kim Philby, kettős ügynök ugye Oroszországban. Ez egy híres kém családú. 1936-tól ugye, miután világossá vált, hogy óriási olajkészletek vannak, arrafelé a britek utódai ebben a káoszteremtésben, az amerikaiak voltak, használták őket. Létrejött az Aramco vállalat, ahol az amerikaiak jelentős haszonnal kipumpálják az olajukat, de azért marad a szaúdiaknak is bőven. De amit még használnak az amerikaiak, az a vahabizmus. Ugyanis a vahabizmusból tovább vadított eszmék jöttek létre, mint a szelefizmus, mint a takfiria, az ISIS-nek az eszméje, a szelefizmus pedig ugye a Bin Laden eszméje, az Al-Qaidáé. És őket használták Afganisztánban, más területeken, hogy az amerikai érdekek számára a megfelelő káoszt megalkossák. Nos, eljutunk a mai napig, amikor a világpolitika és a világ újrafelosztása folyamatban van, ahol megerősödött Oroszország, megerősödött Kína, főleg Kína gazdaságilag, és a szaúdiak is most már lamentálnak, hogy oké, hogy angolok, britek meg amerikaiak, de már Kína is fontos, már Putyin is fontos. És kacsintanak Kína felé, mindenki felé. És kezdik felismerni azt, hogy nekik az a jó, hogyha az érdekeik szerint, és nem amerikai érdekek szerint játszanak. És ezen a ponton le a kalappal Mohammed bin Salman trónörökös előtt, aki szakít a vahabizmussal. Hiába alkotmány, hiába az ország meghatározó ideológiája, egy lazább, egy puhább iszlámot, egy szunita iszlámot vezet be, és ugye az életforma is átalakul Szaúd-Arábiában. Szerintem túl gyorsan, mindegy, de meglépi. Nem tudom, hogy ez mivel fog járni, az ő életével vagy máséval, de meglépte. Kína felé nyitnak, Putyin felé nyitnak, és az arab öböl felé a hatásuk pedig meghatározó. Tehát megint, hol az iszlám? Hallgat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.